A Szegedi Közlekedési Kft. 136 ezer eurót kapott. 2016-ban tavasszal és ősszel próbálták ki, hogy a 77A jelzésű autóbuszvonalat hogyan tudnák az akkumulátoros trolikkal működtetni. A próba sikeres volt, ennek nyomán tervezik most, egy éven belül az első lépést, egy teljesen új vonal létrehozását. Épül, szépül a városnak az a része, amit az Elivel vagy Eli Science Parkkal azonosít a közvélemény, és ennek a közösségi közlekedését is valamilyen módon hosszú távon fenntartatóan meg kell oldani. Mi arra készülünk ebben a Modern Városok programban, hogy a közösségi közlekedés ott elektromos lesz, és Szeged belvárosát, ebben az esetben a Tanulmányi és Információs Központot és az Elit, azt egy ilyen típusú elektromos közlekedési hálózattal kötjük össze. A lézerközpont végállomáson lesz majd a töltőhely, ahol megkapják a buszok az elektromos áramot. Azzal eljuthatnak a már kiépített trolli vezetékig, amelyből szintén vehetnek fel áramot. Jelenleg 13 akkumulátoros trolli van, és újabb 5 beszerzését tervezik. A most lezárt Elliptic projekt másik eredménye egy új elektromos töltőhely megépítése a Csáki utcai telephelyen. Ez a berendezés ellátja az akkumulátoros trolikat és egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével a személyautókat is. Utóbbiakat egy óra alatt teljesen feltölti, és ezt jelenleg bárki ingyen kaphatja. A portás megmutatja pontosan, illetve lesznek táblák, hogy hogy kell megközelíteni ezt a helyszínt. Maga a töltő, aki ismeri az applikáció működését, az éjjel-nappal fogja tudni innentől kezdve használni, tehát bejöhet a telepre, használhatja. Akinek ez a töltő nincs letöltve, tehát asszisztenciát igényel, azt az autóelszállítási csoportnak az épületében tudja igényelni ennek a csoportnak a működésének az idejében, ez hétköznap reggel 8 és este 10 óra között van. Egy ilyen töltőállomásnak csak a felszíni része több mint 10 millió forintba kerül. A kísérleti időszak végétől az év második felében már nem lesz ingyenes a töltés, a fogyasztott áramot ki kell majd fizetnie a személyautósnak.